Többen azt mondták, hogy most jön az utolsó pálya, és látszik, hogy a végére már nagyon feladták a készítők. Fehér fény, hát ez nagyon élvezetes. Főleg így a sötétben egy hangyányit pörkölődik a retinám, egy pillanat, mindjárt helyre jövök. Ez van, ha az ember belenéz egy szupernovába. Ha azt mondjátok, hogy most jön az utolsó pálya, én elhiszem. Nem okos dolog házat ilyennyire a szélére építeni. Most nézem, miért van postaládája ott? Erre jön a postás, az bedobja oda a ládába, vagy... Hogy működik ez? Na mindegy. Ilyen hülyeségeken nagyon hamar fönn tudok akadni. Az ördög a részletekben rejlik. Van nálam valami? Semmi! Az tök jó. Furcsa a fű. Vagy a levelek, vagy mik azok ott. Ugye az egész. Kezd tönkre menni a játék. Mármint még jobban, mint eddig. Be a textúrázatlan lyukba. Vagy most visszamentem a galaxis születése előtti időkre. Hát ide meg hogy kerültem? Ó, fegyver. Végre. Itt sokat nem találok. De úgy nézzétek meg. Van két kisebb ajtó híthoz. Meg van egy baszod nagy rés. De ez még csak lesincs üvegezve. Valaki van itthon? Engedj át. Engedj át. Úgy néz ki, Megatron fölébredt. Nick! Ne ilyen hangosan, emiatt vettek észre! Rohadt élet. Listen to me, Nick. Adam is a traitor. He set us up. He killed Sasha. Where's Freeman? Nobody knows. He's been missing since Prospect Blue. I'll pick you up. Where are you? I was in a prison near Prospect. Let me check the map. And found it. We'll be there in 15 minutes. 15? Good luck, old friend. 15 perc, szó szerint. Oké. Kihúzzuk mi ezt 15 percig. Az egyikötök azt mondta, hogy öljem meg magam. Bármint remélem a játékra célzott, hogy abban... Ja, miért ne? Jó ötletnek tűnik. Hát te ki vagy? Adrian? Megláttam Adrian-t és szívrohamot kaptam. Adrian ez a Half-Life kiegészítőnek, az Opposing Force-nak a főszereplője. És akkor talán mi a testvére vagyunk. Meg itt van ez a befejezés, amit nem tudok hova tenni, hogy mikor kapod meg. Na. A játék végén vadásztam Freeman-t, és hát 6-ot kaptam egyár ráért. Gyere, ez a hely szabad. Csak nehogy jöjjön egy ellenőr. Hallgassátok ezt a hangtompítást! Hát ez így nagyon artisztikus. Rakok bele pár színelváltozást, lazulni lehetne ezzel. Állítsunk föl valami védelmet? És mégis miféle védelmet? Várj! Azt hiszem megvan. Ott maradt. Azaz. Az az első védvonal, ez a második, kéne egy harmadik, így. Hát ez nagyon jó. Csak a háttérben hallom a hörgéseket, onnan tudom, hogy valakit eltalálok. Képágyú megsemmisül? Na, még mit nem? Új, gránát! Talpra! Erre földöntöm. Talpra. Ilyen könnyen nem buksz el. Védeni fogtok engem? Hát ti meg hol, hogy ponabb botyogtatok? Megérett a termés? Hát te meg hol? Hogy jöttél ide? Hogy vagy itt? Még 11 percet kell kibírni, egy kicsit hangos minden. Örülnék, ha nem dobálnátok gránátokat.
Ja, hogy várjunk, itt nem is jönnek. Mesterlövészek, ajajajajaj. Úgy látszik, kezd bekeményíteni a dolog. Az a számláló egy kicsit érdekes. Ennyire pontos számlálóval nem igazán találkoztam. Jó, mivel mesterlövészek vannak itt, azok meg mindig halhatatlanok. Így a büdös életben nem megyek oda, viszont ezt elviszem. Ó, ti már itt vagytok? Ne ugrálj! Örülnék, hogyha nem csesztetnétek a rohadt lövegeimet. Ó! Hékás! Megint gránát, jaj de jó. Erre mindkettőt fölborítja. Meg a faszomat már. Talpra! Állj föl! Úgy látszik, a kombány elfelejtette, hogy itt van átjáró. Még jó, hogy ilyen hülyék. Mondjuk ezzel a hozzáállással 7 óra alatt nem foglalják el a földet. Hú, mi van ott fönt? Egész jók vagytok. Így ketten. Áú. Hogy ezek sose fogynak ki. Gyertek csak, hát küldjétek rám az egész bolygót. Ez a két torony az megállja a helyét. Remek, most már két mesterlövész is van. És úgy néz ki, az emeleti akció is ennyi volt. Nem jönnek többen. Bár nem tudom, hogy kerültek föl. No. Olyan hangos minden, alig hallok valamit. Már azt se hallom, hogy beszélek. Akinek nincs útlevele, az nem jön át. Nesze. Vissza a feladónak, erre visszadobnak egyet. Hát ez nagyon jó, és még egyet. Hadd élvezzem. Eddig messze a zene a legjobb része az egész játéknak. Ez már az FPS drop higgye, annyian vannak. Nem is merek kinézni. Még 2 percet bírjatok ki. Feláldoztam magam a 2 toronyért. Hát ezt nem hiszem el. Na jó, kicsit visszavonulunk. Mert ez már az FPS dropok mekkája az, ami itt zajlik. Te meg lőjed a komputert, úgy van. 1 perc is vége ennek a borzalomnak. Haló? Ébresztő! Te mit csinálsz? Hagyd békén, ne basztasd. Haló? Ébredj! Ne hagyj itt! Man down! Gyorsan helyettesítőt kérek arra a 1/2 percre. Te jó leszel. 15 másodperc. Na jó, azt megcsinálom egyedül. Gyertek! Na jó, végre. Köszönöm. Úristen. Csak megjegyzésképpen egyáltalán nem élveztem. Hiába nevettem. A 15 perc tényleg 15 perc. Tized másodpercre pontosan. Megérkezett Nick. Szabadúszó 47-es ügynök. Szarházi Edem. Badass reveal. Nos, Nick. Itt az ideje hajat növeszteni. Impossible. Nem. A P betűt kimondani tátott szájjal, az lehetetlen. Ajajajajaj! És még ezek után van kedved beszélgetni? Mitchell, look, I can explain. You lied. Jaj, Magnummal a gyomromban meg tudom beszélni. He told me. Mitch, please. You betrayed me. You used me. Szerintem élvezi. You fucked up my face. And now, Mitch, please,
I can explain. You have my permission to die. Több magnum lövedékkel a gyomrában még volt kedve beszélgetni, ezek a dumák is mellé. Zseniális! Zseniális! 10/10! Te meg mi a fasz keresel ott? Ready for your orders, Captain. Turn the ship. We're going to Borealis. Hä? Vége? Te honnan a bubánatból tudsz Borealisról? A Half-Life 2 epizód 2-ben csak éppen felfedezték. Hát ez... taps. Hatalmas taps. Ott van Kim Star elnök. A teljes All-Star Egyesület is itt van. Gordon Freemannek nem volt hangja. Á, de kár. Én odaírtam volna Barack Obamát vagy valami, hogy poén legyen. Meg illegális. Hát... ez a játék egy élmény volt. You fucked up my face. Simó Zsolt, úristen! Ha ezt látod, nem tudom, mit követtél el. Remélem semmi rosszat. És őszinte részvétem. Hát mit mondhatnék erről a játékról? Tény és való, hogy van ennél rosszabb, amik, például amikkel játszottam a csatornán általában véve, azok sokkal rosszabb játékok, bár azokat még csak nem is nevezném játéknak. Például a Gangsta Sniper, vagy a Mars Taken, azokat nem nevezném igazán játéknak, mert tényleg már nem kerülnek többe 5 eurónál. Sőt, némelyik a 3-at se éri el. Ja, a Hideo Kojima biztos örül. Ezért viszont megjelenéskor 25 eurót kértek, és nem lehetett csalás nélkül végigvinni. Ez a játék egy katasztrófa volt. Totál megérte. Szóval, mint mondtam, nem a legrosszabb játék, de ami a pályadizájnt illeti, az egyik legrosszabb, amivel valaha találkoztam. Egyszerűen Hawkingnak kell lenni ahhoz, hogy te kitaláld, merre kell menni. Az, hogy nekem sikerült segítség nélkül, kérek egy IQ-tesztet a végére, egy ilyen játék után. Hú, baszki. Rengetegszer fölbaszta az agyamat. És főmenő. Ezzel végeztünk. Már ezért a szövegért megérte végigvinni, hogy you fucked up my face. És az a helyzet, hogy a fejlesztők nem igazán segítenek a saját helyzetükön. Nézzétek meg az achievementeket. Bár szóltak, hogy egyik sem működik. És ha majd kijavítják, nem fogják ebbe szinte biztos vagyok. De ha valami csoda folytán ez a játék megjavul, adok neki még egy esélyt szerintem. Nem garantálom persze. Köszönöm szépen, Mitchell. De ezzel a sztorit befejeztük. Viszont szemezek egy másik játéka, ami még ennél is rosszabb. Olyan rossz, hogy ezt már Steamen nem lehet kapni. De majd meglátjátok. Talán. Na, ciao.